Megbeszéljük, hogyan tudsz bevételt generálni a kriptoportfóliódból. Ha végignézed, kapsz egy csokorra való eszközt a passzív bevételgeneráláshoz. Végigmegyünk a különböző passzív bevételgenerálási eszközökön, mindegyikre mutatunk néhány konkrét példát. Fontos tudnod, hogy ez a videó nem minősül befektetési tanácsadásnak. Az első példánk a staking, ennek lényege, hogy a meglévő kriptopénzeinket letétbe helyezzük, ezért cserébe az adott kriptóból mindig kapunk valamennyit. A staking hátránya, hogy amíg stakelésben tartod a kriptóidat, addig nem férhetsz hozzájuk. Azt is fontos tudnod, hogy a bitcoin és sok egyéb kriptó nem alkalmas stakelésre, sok más, a Solana, az Ethereum, a Cardano viszont abszolút alkalmas erre. Úgyhogy a kérdés már csak az, hogy mennyit lehet ezzel keresni. Ahhoz, hogy meghatározhassuk, hogy pontosan mennyit kereshetünk a stakeléssel, a stakingrewards.com-ot érdemes használni. Tök könnyen működik, kiválasztjuk az adott kriptoprojektet, ami után érdeklődünk, meghatározzuk a stakelésbe helyezni kívánt tőke mennyiségét, és egyből látni fogjuk, hogy naponta, hetente, havonta, illetve évente pontosan mennyi lesz a megtérülésünk. Mi itt most 5 millió forinttal, vagyis 10.000 dollárral fogunk kalkulálni. 5 millió forint most 13.000 dollár, de az egyszerűség kedvéért lefelé kerekítünk. A Fetch.ai esetében 10.000 dollár stakelésbe helyezésével havonta 57 dollárt és 28 centet kereshetünk. Évente pedig 696 dollárral leszünk gazdagabbak. Ennél viszont már sokkal kedvezőbbnek tűnik az Ontology, havonta 216, évente pedig közel 2700 dollárt kereshetünk. És ez a 2700 dollár pedig közel 960.000 forintnak felel meg. Érdemes alaposan átbogarászni a stakingrewards.com-ot, mielőtt elköteleződnénk egy blokklánc mellett. A stakelés egy tök egyszerű folyamat, amit tárcákban, tőzsdékben és egyéb platformokon megtehetünk. Egyszerűen írjátok be, hogy staking, coin nevem, és már egyből látni fogjátok, hogy pontosan hol és milyen folyamattal kezdhetitek el. What's next? A következő kategóriánk a liquidity poolok. A DeFi világán belül a liquidity poolok lényege, hogy a decentralizáció értelmében bárki rendelkezésére bocsájthatja a tőkéjét. Minden egyes DeFi szolgáltatásnak, legyen szó tőzsdékről, hitelezési platformokról vagy bármi egyébről, tőkére van szüksége a napi működéshez. Ezt a tőkét a közösség adja össze, és minél több tőkét bocsájtasz az adott rendszer szolgálatába, annál több lesz a havi, illetve az éves bevételed is. A kérdés már csak az, hogy pontosan mennyit lehet ezzel keresni. Ha megnézzük az olyan nagy szolgáltatókat, mint például a SushiSwap, és oda megyünk a pool menüpontra, akkor már is látjuk szép táblázatokba rendezve, hogy mi lesz az APR, vagyis az Annual Percentage Rate. Ez lehet akár 20-30, de extrém esetben 50-60% is. Viszont fontos tisztázni az APR, illetve az APY közti különbséget. Az egyik az Annual Percentage Rate, a másik az Annual Percentage Yield. Az APR azt számolja ki, hogy pontosan milyen kamat jár számodra. Az APY, vagyis az Annual Percentage Yield viszont a tőkédet és a kamatodat is figyelembe veszi, vagyis a compounding értelmében, ha úgy tetszik, egy halmozott, folyamatosan növekvő kamatszámításról van szó. De visszatérve a liquidity poolok nyújtotta lehetőségekre, egy másik népszerű platformon, a Curve-ön hasonló a helyzet, a nagy átlag tényleg 2-3% körül alakul, viszont ahogy mondtam, mindig vannak extrém példák is. A Balancerre is érdemes ránézni, ez egy másik népszerű liquidity pool, itt a 6-12% sem ritka, tehát ennyi lesz az éves megtérülésünk. A liquidity poolok használata sem különösebben bonyolult, pontosan annyira egyszerű, mint megcsinálni egy kriptotranszakciót. Egyszerűen depozitálnunk kell a liquidity poolba szánt tőkemennyiségünket, és már el is indulhat a folyamat. A következő példánk a copy trading. Az összes passzív bevétel termelési lehetőség közül valószínűleg a copy trading a legkönnyebben értelmezhető. Számos tőzsde ad lehetőséget arra, hogy gombnyomásra elkezdjük követni, vagyis automatikusan másolni valamelyik kereskedőt. Tehát a lényeg az az, hogy ott van a tőkénk, elkezdjük a copy tradinget, vagyis kiválasztunk egy adott kereskedőt, és automatizáltan pontosan ugyanaz fog történni a tőkénkkel, mint ami a másolt kereskedőjével. Tehát tök mindegy, hogy hol vagyunk és éppen mit csinálunk, ugyanazt csinálja a tőkénk, mint amit az adott másolt kereskedőjé. Viszont a copy trading megint csak kiszolgáltatottá tesz, hiszen amíg másolásban van a tőkéd, addig más célra nem használhatod föl. És még akkor is, hogyha a lehető legkörültekintőbben választottad ki a másolt kereskedőt, simán lehet, hogy az illető hibázni fog. Márpedig, hogyha ő hibázik, akkor az a te portfóliódon is meg fog látszani. Szóval ez sem egy tökéletes megoldás, viszont ha jól választasz, és még a piaci körülmények is kedvezőek, akkor ez egy tök jó passzív bevételtermelési lehetőség. Egy konkrét példa a copy tradingre a PrimeXBT nyújtotta lehetőségek. A PrimeXBT-n szintén van copy trading lehetőség, ráadásul ez egy remek tőzsde, amiben 5 különböző kriptopénzt is depozitálhatsz. A PrimeXBT-n indexek, határidős kriptós ügyletek és sokféle egyéb lehetőség is vár. Ráadásul direkt kriptovásárlásra is lesz lehetőséged a Mastercard vagy a Visa kártyáddal. A következő kategóriánk a Masternode futtatás, ez nem összekeverendő hagyományos bányászattal. A Masternode futtatás egy picit összetettebb dolog, itt már némi technikai tudásra is szükség van, viszont minden egyes projekt, amiben erre lehetőséged van, részletes útmutatókat kínál. Egy Masternode futtatásának lényege, hogy felállítod a Masternode-ot, megveszed az előre meghatározott mennyiséget az adott kriptóból, ezt a nap 24 órájában a hét 7 napján futtatod, és ezért cserébe jutalomban részesülsz. A Dash esetében például 9,08% a ROI, ehhez mostani árfolyamán számolva 10 millió forintos befektetésre van szükséged, ugyanis 1000 Dash kell ahhoz, hogy elindíthasd a Masternode-odat. Egy másik példa a Horizon. Ők 8,25%-os ROI-t kínálnak, és ahhoz, hogy elkezdhessd a Masternode-odat, 500 zenre lesz szükséged, ez a mostani árfolyamon 1,8 millió forintos befektetés. A következő példa a Syscoin, itt 100 ezer SIS-re van szükséged a Masternode elkezdéséhez, 6,06%-os a ROI, a kezdő befektetés, vagyis a 100 ezer SIS megvásárlásának az ára, pedig 3,8 millió forint. Viszont ezzel a passzív bevételtermelési lehetőségeknek a kriptovilágában még távolról sincs vége. Mindenképp iratkozz fel, mert néhány hetente újabb és újabb konkrét példákkal fogunk jelentkezni. Ha tetszett ez a videó, ahogy kértem, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és mondd el egy komment formájában, hogy neked melyik a kedvenc passzív bevételtermelési lehetőséged.